Köszöntöm a Felső Tárkányban berendezett rögtönző stúdióban Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminisztert. Ön most a település ipari parkjában egy beruházás bejelentésen vett részt. Hogyan alakultak a beruházások Magyarországon az elmúlt két év alatt, hiszen egy covidos időszakot éltünk? Nagyon nehéz időszak volt ez gazdaságilag. Talán először volt olyan a mi nemzedékünk életében, hogy egy egészségügyi válsághelyzet átalakult egy gazdasági válsághelyzetté is. Korábban megváltoztathatatlannak hitt tendenciák fordultak meg a világgazdaságban. Mindenki azt hitte, hogy mindig növekedni fog a gazdasági teljesítmény, a kereskedelmi forgalom, a munkahelyek száma. Minden gyakorlatilag megfordult. Ugye mi tavaly hoztunk egy stratégiai döntést, ami arról szólt, hogy nem adjuk fel a gazdaságpolitikai elveinket, nem adjuk fel azt a stratégiát, ami több mint tíz éven keresztül sikeressé tette Magyarországot, és továbbra is nem a munkanélküliséget, hanem annak a megelőzését finanszírozzuk, továbbra is a munkahelyteremtés érdekében mozgósítjuk az állami forrásokat. Ugye a munkahely akkor jön létre, hogyha beruházások vannak, ezért egy nagyon robosztus beruházás ösztönzési programot indítottunk. És ennek eredményeként 2021, bár a világon még mindig egy fekete évnek számított gazdaság szempontjából, Magyarországon rekordokat hozott, ugye 1886 milliárd forintnyi beruházás indult meg tavalyi esztendőben Magyarországon a kormány mintegy 270 milliárd forintos támogatásával, és ezek kis ilyen 300 ezer munkahely megvédéséhez járultak hozzá ha már válságnál tartunk, aki olvas napilapokat, vagy néz az internetes honlapokat, egy nagy külpolitikai válság közepén vagyunk, és egyre több helyen fordul elő ez a szó, hogy hidegháború. Tehát, hogy egy új hidegháború a nyugat és Kína és Oroszország között. Ön hogy, hogy látja, a nemzetközi diplomáciában is megjelenik ez, vagy még csak a sajtó szintjén? Sajnos, ma már egyre inkább a diplomáciát is áthatja egyfajta hidegháborús pszichózis, ami nagyon nagy baj, mert mi magyarok jól emlékezünk a történelmünk ezen szakaszára. Sajnos 40 esztendőig, 40 esztendőig szenvedtünk a kommunista diktatúrában, úgyhogy a szabad világ képviselői nem igazán segítettek nekünk abban, hogy, hogy ki tudjuk vívni a, a szabadságunkat. A, a Hidegháborús időszak Magyarországnak kifejezetten tragikus történelmi időszaka. ami megértjük, hogy, vagy értjük, látjuk, hogy mások sokkal könnyebben dobálóznak ezzel a fogalommal. De az a helyzet, hogy itt a mi bőrünkre megy a játék. Ugye ezért kérjük azt, hogy a nagy világpolitikai tényezők legyen szó Oroszországról, az Egyesült Államokról, Franciaországról, Nagy Britániáról. Szóval hogy ezek a nagy világpolitikai szempontból is tényezőnek minősíthető országok ne. Élezzék a feszültséget, folytassanak olyan tárgyalásokat, amelyek nyomán reális esély van arra, hogy ezek a tárgyalások eredményre vezetnek, és nem még kiélesítettebbé teszik ezt az amúgy is már konfliktusos helyzetet. Mi, magyarok, nagy örömmel üdvözöltük azt, hogy az amerikai és az orosz elnök többször is. Egyeztetett egymással, örömmel vettük tudomásul, hogy a múlt hét végén az amerikai és az orosz külügyminiszter is személyesen találkozott. Mi arra kérjük őket, hogy ezeket az egyeztetéseket folytassák, és ne sodorják egy olyan konfliktusba Európát, amely konfliktusnak Közép-Európa csak a vesztese lehet. Mi a történelmünk során megtanultuk, hogy amikor Kelet és Nyugat veszekedett egymással, konfliktusban voltak egymással, akkor mi közép-európaiak mindig rajta vesztettünk ezen. Egy ilyen helyzetben egy kis ország, mint Magyarország hogyan folytathat józan politikát, külpolitikát? Hát higgatnak, nyugatnak kell maradni először is. Nem szabad beállni a hisztériakeltők sorába, és, és erre a higgatságra és nyugodtságra kell kérni, a, a nagy országokat is. Ugye mi magyarok olyan külpolitikát folytatunk, ami a nemzeti érdek érvényesítésére alapul, ezért aztán kiegyensúlyozott ez a külpolitika keleti-nyugati irányba. Egyaránt vannak olyan kapcsolataink, amelyekkel ezt a pozíciónkat tudjuk hát mondjuk hangsúlyosan vagy látványosan képviselni, meghallgatják, amit mondunk. A végén nyilvánvalóan a nagy világgazdasági, világpolitikai folyamatok mind nagyhatalmi döntésektől függenek döntő de én azt, én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg remény van arra, hogy egy ilyen nehéz kérdés tárgyalásokkal békés úton lehessen rendezni, addig azt nem szabad feladni. Az ukránválság itt van a szomszédunkban. Milyen kapcsolata van most a magyar kormánynak az ukrán kormányjal? Hát sajnos azt kell mondjam önnek, hogy a hét szomszédunkból Ukrajna az egyetlen, amelyel, amelyel egyszerűen nem sikerül egy normális kapcsolatot felépíteni. Most Mi nyilván? ennek az ok? Hát nézze, az hogy, az, hogy az ukránok folyamatosan megsértik a kárpát élő magyar nemzeti közösség jogait. Indult ez onnan, hogy minden ukrán támogatást, minden ukrán kezdeményezést támogattunk. Néhány nappal azután, hogy az EU-val aláírt társulási megállapodáshoz a támogatásunkat adtuk, egy olyan törvényt fogadtak el az ukrán parlamentben, amely a magyar nemzeti közösség tagjainak oktatáshoz, anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogát vágta gyakorlatilag teljes mértékben derékbe, és akkor azok után jöttek az újabb szabályok az anyanyelv használatra, az oktatás mellett a közigazgatásban, a kultúrában, a média világában. Tehát minden egyes alkalommal, amikor valami a pozitív gesztus gyakorlunk, általában a válasz az, hogy még egyet szorítanak ezen a rendszeren. Ugye a tavalyi év vége felé egy olyan törvénymódosítást, olyan törvény törvényjavaslatot nyújtottak be az ukrán parlamentnek, személyesen az elnök, amely arról szól, hogy a kettős állampolgárokat kizárnák közhivatal viseléséből, tehát a kárpátaljai magyarok vezetői nem láthatnának el semmifajta funkciót a kárpátaljai közéletben, ami nyilvánvalóan van elfogadhatatlan. Többször világosá az ukránoknak, hogy mi nem kérünk semmi extrát, mi csak azt kérjük, hogy amilyen jogai korábban voltak a magyar nemzeti közösségnek, azok a jók illesék meg őket újra és ha ez így lesz, akkor természetesen újra minden támogatást meg tudunk adni a szomszédainknak. Sajnos azt kell mondjam, hogy a mai napig az ukránok nem nem léptek le arról az útról, amely a magyar nemzeti közösség jogainak folyamatos csorbítását illeti. Ez pedig elég súlyosan behatárolja a magyar kormány számára, hogy milyen ügyekben tud és milyen mértékű támogatást biztosítani Ukrajnának. Van élő kapcsolat? Tehát az új, ukrajn... Új, dip... Há, ezzel nincsen probléma. A folyamatos kapcsolat van én magam az éppen aktuális ukrán külügyminiszterrel, havi-két havi rendszerességgel találkozom, beszélünk. Tehát azzal nincsen probléma, hogy ne beszélnénk egymással. Az frusztrál némileg, hogy a megbeszéléseket követően aztán nem az történik, amire gondolunk, vagy amit szeretnénk, hogy történjen, hanem mindig negatív irányba fordulnak át a dolgok. Egy csomó gesztust tettünk, most legutóbb éppen hozzájárultunk ahhoz, hogy Ukrajna Magyarországon keresztül vásároljon több száz millió köbméternyi gázt a biztonságos energiállátásához. Hát nyilvánvalóan egy köszönöm, nem sok annyit nem kaptunk érte. Említette itt a nemzeti érdek, érdekérvényesítő külpolitikát, ezt sokan, főleg az ellenzékben úgy látják, azzal támadják a kormányt, hogy nem eléggé áll ki a szövetségi rendszer az EU a NATO mellett, hogy Kína barát, orosz barát. Erre mit tudna mondani? Hát nézze, akik minket bírálnak, azok egyfajta ilyen szolgai külpolitikát akarnak folytatni, tehát nem a magyar emberek érdekeinek akarnak megfelelni, hanem Brüsszelnek, meg Washingtonnak. Persze jó, ha ezek egybeesnek, de ez nem mindig van így. És mi soha nem voltunk hajlandók feladni a nemzeti érdeket. Mi természetesen világos politikai, gazdasági és védelmi szövetségi tagsággal rendelkezünk, EU és NATO-tok vagyunk, ez sose volt kérdés. Senki nem kérdőjelezte meg. Az más kérdés, hogy a nemzeti érdekérvényesítésben, például a keleti irányú kapcsolatokat hogyan lehet építeni. De ez egy nagyon képmutató világ, mert azok, akik a leghangosabban bírálnak minket a pragmatikus, kölcsönös tiszteletben alapuló magyar-orosz-magyar-kínai együttműködésért, azok csinálják a legnagyobb bizniszeket a kínaiakkal is, meg az oroszokkal is. Csak annak érdekében, hogy ez ne legyen feltűnő, szépen a felszín alatt. Végzik a bizniszt, a felszín fölött meg kiabálnak. Ugye ők elég nagyok és erősek ahhoz, hogy megengedhessék maguknak, hogy más mondanak, mint amit csinálnak, vagy hogy más csináljanak, mint amit mondanak. Mi nem vagyunk olyan nagyok, hogy ezt megengedhessük magunknak, tehát mi őszinte külpolitikát folytatunk. Amit mondunk, azt csináljuk, és amit csinálunk, azt mondunk. És eddig azt kell mondjam önnek, hogy mind az Oroszországgal, mind a Kínával fenntartott kapcsolataink, a mindenfajta regionális, meg globális nyomásgyakorlás ellenére nagyon-nagyon sok eredményt hoztak. Magyarországnak és a magyar embereknek is a mindennapi élet területén érezhető módon. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt lettem.